Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Shadows of Doubt sorozatának egy újabb része, és meg is történt a legújabb gyilkosság, méghozzá itt. Legalábbis egy bejelentés jött ezzel kapcsolatban, még nem tudjuk, hogy pontosan kitöltek meg, vagy hogy ölték meg. Hopp, jöttem bezúr, hopp! A csávóz kinyitotta az ajtót, de a rendőr bezúzta. Vajon megengedi, hogy új lenyomatot vegyek a csávóról? Oké, okay, nem tudjuk, hogy kicsoda ez, viszont szerintem itt van egy gyilkosság tett helyszínén. Szóval lehet ez egy gyors ügy lesz. De arra néz, úgy... Nincs nála semmi. Egy új lenyomatot, léci. Nem tudok megnézni egy új lenyomatot. Ott van. Oké, megvan az új lenyomata. Oké, kijövünk. Neki az új lenyomata. Jó. Ide tartozik? Vagy hogy van ez? Ez most nyitva van? Nyitva van, hála. Nézzünk új lenyomatokat itt. CM CN CO. Hát itt egy új lenyomat. Találtunk egy-két út. Elég sok új lenyomat van itt. Most megöltek valakit ott, vagy nem? Mert szerintem a csávunk nem halott. Nem, akkor másképp néz neki. Akkor másképp tudnánk tőle venni így adatokat, meg minden. Oké, benézek. Ott várjunk még. Mielőtt benézek, mentünk egyet. Hopp, a rendőr jön vissza. Jó, nyugalom. Nem jön ki? Tessék kijönni. Ah, Isten, ne kelljen már megnéznem. Hol tudok bejutni? Ó, felrakta ezért. Where am I? Oké. Okay. Jött foltok vannak. Szóval... Aha. Őt ölték meg itt. Death to the new generation. Igen, ezt... Mondani akartam nektek, a videó után, míg vártunk itt... Mögé került? What? Pedig direkt lefotóztam, hogy meg tudjam nektek mutatni a szöveget, az halál az új generációra. Az, amit ott ért. És itt is, ez egy tojkar. Kira Johnson halt meg. Inspect. Hány éves volt vajon? Takarító, szóval annyira azért nem fiatal, újabb áldozat. Új lenyomatot vegyünk tőle, vagy hát átnézzük először. Oké, hát őt is egy lövés ölte meg. Ezt most már tudjuk, ez mindkettőnél ugyanolyan. Igen, és ő viszont ekkor halt meg. Hát ez nagyon jó. És itt egy kis kocsi. B.I. új lenyomat van rajta. Más új lenyomat? Hopp, ott van valami, ez a cipője lesz, igen. Ez mit történik itt? Mit látok? Melyik részed? Melyik? Small caliber entry wound. Ó, érdekes, ott meg lehet nézni, hogyha közvetlen a sebére nézünk. Inspect, take print. És megnéztük az új lenyomatát. CO. És nem ő... Vagy nem tudom, hogy ő volt a gyilkos. Jaj, de nehéz egyébként ez a gyilkosság. Semmilyen nyomunk nincsen kb. Ki tudja, ezek a lábnyomok, ezek annyira nem lehet bízni. Esetleg itt... Esetleg itt még Kira Johnson.
Az... ő. Type BI. Type BI. Jó. Legalább ugyanazt az új lenyomatot megtaláltuk mindkettőnél. Szóval a BI új lenyomatos személy az, aki csinálta. De kinek van BI új lenyomata? Charles Champer. Jó, legalább neki tudjuk a nevét. Hozzátartozójának a nevét. Hogyan tudnám még ezt jobban leszűkíteni? Milyen fura egy szoba ez, amúgy. Van egy szekrény, semmi más. Mi van még itt? Ott a nappali. Itt egy hálószoba, igen. Várjatok. Nem, nem nyúltak hozzá. Nem, ez személyes gyilkolás, ez nem ilyen rablógyilkolás. Ez kifejezetten embereket ölnek. Hearing size 7 meg 10. Az övé 10-es. Vagy nem, várjunk? Lehet, hogy nem is az övét néztük. Hol van? Shoe size 10. De a 10-es az övé. Akkor... A 7-es lesz a gyilkosé? Az én cipőm mekkora? Nekem van ilyen leírásom magamról? Azt se tudom, mi a nevem. Pedig jó lenne tudni. Á, mindegy. Üdvözlet, biztos úr. Ennek mekkora a lába, azt meg tudom nézni. Na, tessék megmutatni a láb méretét. Beszélgessünk. Nem tudok beszélgetni. Tudok beszélgetni a rendőrrel. Mi ez a felkiáltójel? Valamit ott mutat felkiáltójelesen. Látjátok, hogy jobb ott alul, a képernyő aljánál. Aj, de mindegy, nem tudom. Skinek a lába. Ez boot, az nem ugyanaz. Az egy női cipő volt konkrétan, ami sétálgatott ott. És simán lehet, hogy ez a női cipő az a munkatársájéhoz tartozik. Itt van, itt is itt van. Lehet, hogy itt kezdte el megtámadni. Tehát szerintem hozzá is tartozhat. Igen, 7-től 9-ig. Nem tudom, hova tovább, srácok. Tippelni tudok, hogy hol lehet a gyilkos, vagy mi lehet. Egyáltalán hol történt az első gyilkosság? Tudok, lehet, ez segíthet nekünk. Ő hol lakik? Perez Buildingben. 3-3. Hol vagyunk most? Adressz, mi az, hogy nem tudod, hogy mi az adresze? Hát konkrétan itt állunk az épületben. Kanchen House. Első emelet. Workbase, Arkello Suits, tehát máshol dolgoznak. Passzkódó. Ja, ez a password jó, az nem fontos nekünk. Egy 37 éves felnőtt. Mindkettő nő. Mindkettő magas. Mindkettőnek hosszú haja van.
Hű, ahhoz képest, hogy ő magas, 4-es a cipő mérete. Neki 10-es. Mindkettő szemüveges. Túl kevés egyezés van a kettőnél. Mármint oké, a magas az oké, de hogy így azzal most mit kezdek. Azt kéne megtalálnom, hogy hát megtalálunk, itt van Kira Johnson munkapapírok, Kira Johnson purse. Itt van. Így most megkapjuk a lakhatását is. Minden igaz. Mi az, hogy az adressz nincs? Hát ott van, Keti! Hát ne szobass, itt van! Hát ennél jobban hogyan állapítsuk meg? Várjál, lehet be kéne zárnom és meg kéne nyitnom újra? Hát ne szivass! Hova raktad a izéjét? Előbb itt volt. Ott van, itt van ez. Ő itt lakik. Na, ne szívassál már. Még mindig nincs meg az adressz. Mit csak úgy, itt volt nyaralni, vagy mit csinált itt? Azt elolvastunk és kaptuk érte a pénzt. Itt ember. Tudjátok, mit csináljunk? A szekrényben bent szokott lenni. Ez. Ó, nincsenek itt fájlok. Hol vannak a fájlok? Itt kéne lennie az ilyen lakhatási papíroknak. Mondjuk lehet, hogy csak még beköltözés alatt voltak. Tetszik egyébként, hogy... Hopp, itt egy szinkdisk. Ezt itt elvisszük. Azt is elvisszük. Ez micsoda? Itt van. 0445. Nem ez volt, gondolom a géphez volt. A papírjait akartam megtalálni, hát ha tudjátok, kicsit jobban megismerjük, hogy kivel van dolgunk. Itt van két cipő. Az egyik az övé szerintem. Igen. Ez mekkora cipő? 8-as. És ez az izé? Shari Sample. Szóval ez a cipő biztos, hogy a gyilkosunké. Szóval a gyilkosunknak megvan az új lenyomata, meg a cipő mérete is. És magas sarkut visel, szóval feltételezhetjük, hogy nő. Nem biztos, de feltételezhetjük. Szeretném elvinni, hogy nő. És nem ő. Tehát tudjuk, hogy ő hozzátartozik, de nem ő az. Haj, rengeteg... És nem is ő lesz. Ugye, akit az elején találtunk. Mert se az új lenyomata nem azonos, se a cipője, meg a mérete annak nem azonos. Szóval őt, szerintem egy az egybe őt törölhetjük is. Így, ő csak összezavar minket. Egy dolgot kipróbálhatunk, hát ha ismerte. Bár azt hiszem, ezeken végigmentünk. Ezt is hozd magaddal. Thread. Vannak könyvek. Ezek most annyira nem érdekelnek, ez micsoda? Chessmate. Most ez nem mi. Hol van a... Ugye pont ott voltunk. Itt van egy address bookja. Ami érdekel minket, hogy a kettőben van a azonos. Eita Juan Akello Lane Levi Jerick. Nana San Giovanno. Alice Leon. Simon David Emma Mari. Érdekes, hogy másképp van írva a többi. Jó. Ezt se érzem nyomnak, úgy érzem. Ez mi van ezzel? Ez csak a izéje, kódja. Itt egy utolsó hívás, de ez annyira később volt. Lukasz, ki a Lukasz? Valaki a Lukasszal kapcsolatban volt, de erre nem emlékszem. Itt dolgozott.
De gyenge, gyengének jelöltem be. Gyenge útvonalnak. Ugyanazt a sebet kapta. Pisztoly vagy revolver, igen. Lett ugyan New Generation. Szerintem nem fogok tudni elindulni sehova se. Annyi előnyünk van, hogy legalább tudom, hogy milyen lábnyomot keresünk. De ennyi. Ennyi. Egy újabb halálesetből annyira jöttünk rá, hogy tudjuk, hogy kinek a lábnyomát keresünk. És az újság se adott plusz információt. Az segített abban, hogy rájöjjek, hogy mi volt kiírva az ajtóra. Abban segített. Most van egy ilyenünk. Hogyha beszélünk, ha beszélünk a kóláról, vagy hogyha adunk kólát valakinek, akkor kaphatunk érte pénzt. Mennyibe kerül egy ilyen kóla vajon? Szerintem $2. Szóval az adunk az egész jó. Mindkettő egész jó. Mert a beszélés az ingyen van. Az adunk, azzal meg 4-et visszakapunk. Open. Open evidence, murder street, open plot route. Ja, értem, cancel plot route. Tudjátok, mi lenne jó, hogyha látnánk, ha meg tudnánk jelölni itt is, hogy hol vannak a gyilkosságok. Mert a Limin Lode, ez nem tudom, hogy hol volt. Oké, okay, ez az épület. Ezt tudjuk, ez egyik épület. Hol történt a gyilkosság? Másik, nem tudom, hogy hol történt. Oké, okay, még az épületek is, nem azt mondom, hogy nagyon máshol, de relatív egész messze vannak egymástól. Az egyik gyilkosság ebben az épületben, a másik gyilkosság ebben az épületben történt. Hát ez... ez nem lesz sokkal jobb, úgy érzem. Egyetlen egy lehetőségünk van, hogy megpróbáljuk az ismerőseit leszkennelni. Illetve... hol vagyunk egyáltalán most? Már most megyünk jó irányba. Szóval itt volt az egyik gyilkosság, itt konkrétan. Ó, közben vérzünk, azzal ne foglalkozzatok. Szóval itt volt az egyik gyilkosságunk, itt az utcán. A másik meg ott volt, abban az épületben. Van új lenyomatunk, van lábnyomunk. Please give me a creep. Get away from me. Van üldözési mániád van? Vagy mi van? Stop following me. Te tökre nem követtelek. Viszont ez az épület az. És viszont lehet úgy fogja venni, hogy mi követjük. Rendőröket szoktam követni. Vérzek, mert meg kipróbáltam, hogy le tudom-e valakinek szkennelni az új lenyomatát. Végülis ebben az épületben volt. Nézzük meg, hátha valamelyik... CP. Mit keresünk? B-t keresünk, nem? Aha, B-t keresünk. Nézelődök. Oké, nincs kedvem végignézni az egész helyet. Van még egy ötletem viszont, még mielőtt ilyen extrém dolgokhoz kéne folyamodnunk. Ugye mindegyiknél van egy ilyen... egy játékautó. Mi van akkor, ha egy gyárban dolgozik, ami esetleg ilyen játékokat gyárt? Butterscotch Manufacturer. Delta Workshop. Industrial Plants. Ezekről nem tudunk evidence-et? De ennyit tudunk. Hát
Ez se lesz, úgy érzem, elegendő információ. Ez micsoda? Commission solution, igen. Reliable tools, nem hiszem, hogy ott lehet venni ilyesmit. Nem, ezzel se leszek előrébb. Játékautókat hagyott. A small metal toy cars were once popular form of transportation before the event of climate change caused sea level to rise dramatically. Ennyit tudunk róla. Illetve a kép, mi szerint a new generation. Death to the new generation. Ide lent lehetnek még ilyenek. Weapon dealer. Gambling den. Az összes többit nem ismerjük még igazából. Ezek az olyan föld alatti illegális dolgok, tudjátok. Ezekkel nem nagyon foglalkoztunk még, illetve még nem volt nagyon dolgunk. Lehet, hogy már most lenne dolgunk, most már. Ah, jeez. Nem tudom, srácok, az a helyzet. Nem tudom, hogy mi alapján. Nem, végül is figyeltek. Ez alapján még el tudunk indulni, de... Hol vagyunk? Kanchan. Kanchan House. Itt van. Emelin 2-3-ba, ő nem. Viszont őt még megnézhetjük az 101-ben. Hátha ismerte. 101. Nem, ez nem ő. Ez nem is ideje. Szia. Hát ez... Nem ismerte. Kira Johansson. Viszont járt itt Kira. Oké, hát figyeljetek, még régi lehet ezeket nézni. Viszont... Mi volt a másik otthon? Perez Buildingnél. Nem, én úgy érzem, hogy ez nem oldaná meg a problémánkat. Hol vagyunk? Nulladik emeletet választ ki. Várjunk, van a mínusz egy, meg van a totálizé föld alatti szint. Legalja mindennek. Szóval, ez micsoda? Ez itt jó, igen, ez a City Hall, ez nekünk nem olyan lényeges. Ez mi? Pierce View. Ez a hely neve. És mi most ebben vagyunk, a Kanchan House-ban. Szóval lehet a Pierce View, és szerintem az O'Brien is lehet. Pierce View-ban van ismerőse. Eita. Ki van még? Pierce View. Courtney. Pierce View. Ennyi. Courtneyhez menjünk először. És megnézzük hátha. Egy nagyon, nagyon tippelős dolog ez, de értitek. Ki tudja. Még azt is ki lehet próbálni, hát ha találunk új lenyomatot. CT. Menjetek innen. Anyádat azt. Szálltsuk ki az ajtót. Oké, mindegy, menjünk fel. Az baj, ha nincs, tehát ha nem, tehát nem munkahelyi gyilkos, nem a munkahelyén gyilkolja az embereket, nem ismerik egymást. Mi alapján határolom így be? Hopp. Na várj.
Várjatok. Ez furcsa, hogy ez itt nyitva van. Just ask your work about our paycheck exchange program, and we'll take care of the rest. Kensington Indigo. Megy a tévé is. Ez elég creepy. Na jó, van itthon valaki. Viszont az a kérdés... Cévé. Ezt azt félreértettem? Nem, nekünk B-jé kéne. Ez nem ő lesz, csak nem tudom, részeg azt elfelejtette bezárni. Tudjuk bezárni neki? Tűnik, nem. Ez valószínűleg nem ő lesz. Csak nem tudom miért, de nem zárta be. CX. Menjünk egy pillanatot. Mi van, hogyha a gyilkos van itt? Gives a man time to think when he buys it that way, you know? Na jó, oké, semmi el nem utal arra, hogy egy gyilkos van itt. Oké, csak ő hátott a házban. Nem tudom, miért nem zárta be az ajtót. Oké, másik személy. Aki kell nekünk. Courtney? Igen, ő volt az, és nekünk 8-4-es ajtó. 8-4. Túladat. 8-4, ez az. Ugyanint. B. C. Nagyon rossz irányba megyek. Célpontot találjuk. Ez se ő. Nem, egyszerűen nem ismerik. És nem a munkatársai. Akkor mi alapján találom el? Hogy nézzük, hogy hát a munkatársa. Az O'Brien Suites-ba is van valaki, a 13-2-ben. O'Brien Suites, az is ott van. Jó, nézzük meg ezt, meg nézzük meg ezt. Ezt a kettőt. Ez a közelebbik. Jó. Végig megyek az utcán, és konkrétan már mindenki gyanúsított nekem. Eddig relatív egyszerű volt, mert általában a gyilkosok ugye nagy része valamilyen ismerőse, vagy valamilyen kötődés van hozzá. De ilyenkor, amikor abszolút semmi nincsen, tehát nem ismerik egymást, nem munkatársak, blablabla, bla, bla. Ilyenkor hogy fogod elkapni? Tök egyszerű lenne, hogyha a rendőröknek meg tudnánk adni, hogy ezek a nyomaink vannak, és akkor tudjátok, részesedést adnánk a pénzbe. Ez valami nagyon gazdag hely ez. Rendőr. Ez egy kommandósnak néző rendőr. Trooper. B! CZ. CZ. Hát ez megint nem az lesz, mi? T.A. Most már T.A.-nál vagyunk. Jó, ez megint nem az a személy lesz. Egyel följebb. És 14-1. Jót néztem előbb egyáltalán? Igen, itt máshogy vannak a számok. Igen, jót néztünk. Jó, akkor 14-1. Nagyon nem találjuk a szemét.
Ja, tudom, ki volt a Lucas. A Lucas volt az, akit megismert a randi vonalas dolgon. Menjünk vissza Kirához. Visszamegyünk hozzá. Hogyha neki is Lucas lesz ez a randis dolga, akkor nem tudom, mire jöttünk rá. Semmire probably, mert nem tudunk Lucasról semmit a nevén kívül. A nevén kívül, várjatok, hogyha Lucas lesz neki is ezért, akkor le tudjuk nyomozni a könyvből, ami mutatja, hogy ki hol lakik. Ez jó, ez egy nyom. Figyeljetek, ez egy nyom. Az a kérdés viszont, hogy tényleg Lucas volt-e ott a... a vérnyomat le tudjuk nyomozni? Érdekes pedig lehet, hogy jó pofa lenne, hogyha meg tudná állapítani, hogy milyen vérnyomnak számít. Így néz, gyorsan megoldottuk. Gép. És van egy kódunk itt valahol. Itt van egy business kártyánk, de nem ezt akarom. Thread. Ez az. 0445. Ezt kapcsolt be. Mentünk egyet, mert már elég sok mindent csináltam. 0445. Elnéztem, és kaptam pénzt. 0445. Bár van egy lakótársa, miért akarna? Hogyan fogalmazzak? Tehát miért lenne egy dating szájtom? Your reservation. Saturday. Nem, ezt már foglalta, nem? Inspiration code, reminder. Hi, honey bunny. Ja, lehet, hogy a gyereke Cornubia. Igen. Igen. Egy csomó ilyen... Minek hívják ilyen... ilyen kis vackok vannak. Spam dolgok. Nem, ez biztos, hogy szerelmi kapcsolat. Nem az lesz. Rendőr, hogy kiütötte a párját a izének, személynek. Még érdekes egyébként, hogy... mekkora lábnyomot... lábnyoma van neki? 7-9. Mekkora lábnyomot keresünk? 7-et. Ja, de neki U. U az új lenyomata. Ami nem lehet. Napa, előrendorú. Tudunk dumálni. Hát te valamit? Nem. Mintha elmondanám neked. Jó, hát tőled nem fogunk úgyse semmit sem megtudni. Zsákutca, srácok. Egy újabb gyilkossággal se jutottam előrébb. Nem tudom. Reméljük, a következő részben megpróbáljuk, meg tudjuk oldani. Addig gondolkodom rajta, illetve figyelem majd a komment szekciót, hogy mit mondtok erre az egészre. Hogyha hát, ha van valami ötletetek. Viszont addig is nézzetek körbe, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. És a legközelebbi videóig. Sziasztok!